talán a legtovább volt szolgálatban ez a TVK 67-es. Ez egy magyar gyártmányú készülék, információk szerint magyar tervezés is. Ennek itt a kurblia, szintén a fedélben, és itt az oldalán retesz nélkül van egy nyílás. És ennek nagyon nehéz tekerni. Valamiért, még az is lehet, hogy mechanikusan akad, valamilyen hiba miatt. Nem baj, ebből van egy másik is. A kajdóját kiemeljük, megmutatjuk. Nagyon szép, épp állapotban van. Az a tárcsája, amit rá lehet erősíteni ezekre a szorítókra, ugyanis a készülék egy átkapcsolás után CB üzemmódot is tud. Gyakorlatilag ez nekem üzemben volt egy darabig, erről telefonáltam, és mindenki kérdezte, hogy milyen csoda telefonom van. Ennek is nagyon nagy az erősítése, és egy nagyon erős kompresszor van benne. Úgyhogy egy nagyon tömör, jól érthető hangja van a telefonnak. Itt van a tereprekesz. És már a bolgár telefon kapcsán megmutattuk ezt a telepet. Egy 9,6 voltos tölthető akkumulátor, amiből szintén készült egy kiváltó. Ez egy szigetelő, ami most ebből kiesett, de ennek semmi jelentősége nincsen. És egy 9 voltos elemet lehet belerakni. Így. Így néz ki a két telep egymás mellett. Ez a telefon még arról is egy picit híres, hogy valamikor a láb segítségét kell igénybe venni a nyitáshoz, ugyanis ezek a záró patentek egyik-másik példányon annyira szorosra sikerültek, hogy egy erős nyomást kell kifejteni a fedélen, és csak azután lehet fölpattintani ezt a két patentet. Egyébként egy nagyon stabil, jó minőségű készülék.